Szeretettel köszönöm kedves tévénézőket, a mai napi gondolatunk János evangéliumához kötődik a 8. fejezetből, az 51-től az 59. versig. Ez így hangzik. Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz. Bizony-bizony mondom nektek, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre. A zsidók azt felelték, most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat? Jézus így válaszolt. Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én atyám az, aki megdicsőít engem. Ti isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek. Én ismerem őt, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem az atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok Ábrahám újjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta és örvendezett. A zsidók erre felháborodtak. Még 50 esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból. Nagy bőjt vége felé közeledve, olyan részhez érkeztünk az evangéliumban, amelyben fokozódik az ellentét Jézus és a nép vezetői között. Az ellentét oka, hogy Jézus nyíltan beszél arról, hogy ő a mennyei atya küldötte. A zsidók ezt nem tudják elfogadni, és nehezményezik, hogy Istennek tartja magát. Bár Jézus rendkívül erővel tanít, a tanítását csodákkal támasztja alá, olyan cselekedeteket hajt végre, amire ember soha nem volt képes, mégiscsak embernek tartják. Halálra ítélésekor éppen ez lesz a vád ellene, hogy Istennek nevezte magát. Jézus könnyen elkerülhetné az ellenkezést és a halálos ítéletet is, de ehhez meg kellene tagadnia önmagát, a származását és a küldetését. Saját küldetése mellett az örök élet kérdése is előkerül. Ábrahám újongása, amire Jézus utal, valódi örömről szól, amelyben Ábrahám részesült, ugyanis lélekben már akkor előre látta a messiási idő elérkezését. Aki megtartja a tanításomat, nem hal meg örökre, hallottuk. Ez a kijelentés nem zárja ki a biológiai halált, de elsősorban itt a lelki halálról beszél. Az örök életről szóló tanítással a hallgatóság nem tud mit kezdeni. Tapasztalatuk csak a földi élet kezdetéről és a végéről van. Mindaz, ami az élet előtt és azon túl létezik, az örök élet és a feltámadás már nem fér bele a földi gondolkodásukba. Világossá válik a hit teljes hiánya. Majd Jézus húsvéti feltámadása éppen ezeket a kereteket nyitja meg, megadva egy új, örökké tartó életnek a lehetőségét. A halál nem az utolsó állomás lesz, csupán átmenet az új életbe. Azok számára, akik hisznek benne. Köszönöm a figyelmet!